Egy héten belül már a második viharciklon tombol Nyugat-Európában. A Dennis nevű vihar letarolta a brit szigetek egy részét, és folytatja az útját Németország, majd pedig Skandinávia felé. Kedden itthon is újra lehet viharos szél, de várhatóan nem okoz majd olyan károkat, mint a hét elejé frontok. Ellepte a víz ezt a délvelszi kisvárost. A hétvégente egyébként vásárlók tömegétől hangos főutca most kihalt. Az autók is alig tudnak közlekedni a majd egy méteres vízben. Az áradás magával ragadta a kávéházi teraszok székeit és asztalait is. A várost átszelő Taff folyó kilépett medréből, és elöntötte még a magasabban fekvő területeket is. Megpróbáljuk a történtek ellenére is megőrizni a jókedvünket. Sajnos a természetnek nem tudunk parancsolni, nem lehet megállítani a pusztítást, mondta egy helybéli. A Dennis névre keresztelt vihar orkán erejű széllel és heves esőzésekkel érte el a brit szigeteket a hétvégén. A legnagyobb pusztítást Wales és Anglia déli részein okozta. Egyetlen nap alatt mintegy 600 helyen adtak ki figyelmeztetést az áradások miatt. Halálos áldozatai is vannak már a viharnak. Szombat délután több órás keresés után találták meg a hatóságok egy matróz holttestét Dél-Angliában, aki az erős szélben egy olajszállító fedélzetéről zuhant a hullámok közé. Nem sokkal később egy fiatalember holttestét is kiemelték a vízből. Ő a tiltás ellenére indult szörfözni a viharos tengerbe, ahonnan már nem tért vissza. Vasárnap pedig egy megáradt Walesi folyóból halázták ki egy férfi holttestét a rendőrök. Ő a harmadik áldozata az ítéletidőnek. A helyenként 150 km/órás széllökések komoly fennakadásokat okoztak a tengerparti területeken. Ahogy egy amatőr felvételen is látszik, az emberek nem tudtak megmozdulni a parton az ellenszélben. Sok katasztrófa turista is érkezett a partra, de még a telefont sem tudták a magas beemelni a szelfizéshez. Egy várakozó utas rögzítette mobiltelefonjával, amint egy utasszállító hosszas próbálkozás után végül landol a londoni Heathrow repülőtéren. A pilóta majdnem elvesztette uralmát a földet érő repülő felett, amely végül a kifutón túli fűves területen állt meg. Több mint 40 ezer utazó repülőjáratát törölték Londonban, Skóciában és Walesben. A főbb vasútvonalakon is fennakadások voltak. Országszerte családok százai maradtak áram nélkül, és mintegy 700 ház került víz alá a jelentések szerint. Az emberek azzal vádolják a hatóságokat, hogy nem figyelmeztettek időben a vihar veszélyeire. Inkább csalódott vagyok, mint dühös. A bosszúság majd a károk felmérése után jön, de azt hittem, hogy a városunk vezetése képes lesz megvédeni minket az ilyen pusztítástól, mondta egy angol nő. Az előrejelzések szerint Dennis vasárnap estére hagyta el a brit szigeteket, és tovább erősödve tart Németország felé. Ott már teljes a készültség, és várják a náluk Viktóriára keresztelt vihar érkezését.